Szép jó napot mindenkinek! Dr. Novák Szabolcs fog nekünk előadást tartani, hogy mi is az a plazma gyújtás, elmagyarázza mindenkinek, akinek nem lenne világos, nekem se világos. Teljesen így egy kis előadást hallgathatunk meg így egy gyönyörű szépe verőfényes tanteremben, itt a kertben. Akkor mondanám is, hát plazma gyújtást eddig nem hinném, hogy láttatok bármilyen járműbe is, mert ez egy elég egyedi elektronika. A sima gyújtás akármi vezérelje is azt, tehát hogy lentkerék, mágnes, akkumulátor, tirisztor, teljesen mindegy, az nem plazma gyújtás. Bár plazma van benne, mert a gyertyának a szikrája az ugye plazmának számít. Ennek az igazi plazma gyújtásnak szeretném megmutatni a lényegét. Van benne egy a sima gyújtásokhoz hasonló áramkör, ami egy viszonylag nagy feszültséget állít elő. Ez ilyen szikraközökön átjut ki a gyújtógyertyához, és csinál egy viszonylag kis áramerősséggel egy ilyen előszikrát, egy előkisülést, amivel szinte ugyanúgy megy a motor, mint hagyományos gyújtással. Ez az alap, tehát ez a hagyományos része a plazmagyújtásnak. Azt teszi ez különlegessé, hogy van benne egy másik áramkör, ez a rész, ahol egy kondenzátorba van betárolva elég nagy energia, és amikor ez a pici szikra átment itt a szikraközökön, ez a szikraköz, ez gyakorlatilag vezetővé válik, tehát amikor ott létrejön egy szikrakisülés, ott az áram már akadálytalanul jöhet ebből a kondenzátorból, dióda soron keresztül bele a gyertyába, és nagyon nagy áramerősség. Ezt a valóságban is mutassuk meg, légy szíves. Megmutogatjuk. Csak hogy így egyenlőre lássák, hogy... Mutogatom. Jó, mehet, Szabike. Hogy itt látható a kettő darab szikraköz, ez az egyik, ez a másik. Itt látható a diódasor. Elég nagy feszültség járkál itt, 10-15 ezer volt körül, azért kell bele ilyen sok dióda, hogy bírja a feszkót. Ez az eredeti gyújtótekercse. Tehát a hagyományos gyújtáshoz használható. De ez egy, ezt tett hozzá, tehát hogy ez nem Bobetta meg Robi, ez egy Simpson. S50-esnek a trafóval összekombinált, nem? Végül a lentkerék gyújtásból származó gyújtótekercs van ide beépítve, azt csinálja ezt a 10 kV-os nagy feszültséget, ami létrehoz egy pici szikrát, és amikor ez a pici szikra vezetővé válik, kialakul egy akkora áram ezeken a szikraközökön, diódákon, kondin keresztül, ami már plazmakisülést hoz létre a hengerben, hogy itt a nagyságrendeket érzékeltessük. Figyelj, bocs, hogy közbeszólok, azt szeretném kérdezni, hogy tehát sokakban felmerülhet a kérdés, hogy ez a nagy feszültség az égéstérben nem okoz-e esetleg maradandó károsodást? Tehát, hogy nem fog esetleg jobban melegedni a motor? Jobban nem. Lesznek-e káros következménye? Káros következménye annyi van, hogy egy picit látni a gyertya elektródáján, hogy jobban fogy az elektróda, de körülbelül úgy van, hogy mire az elektróda annyira elfogyna, hogy az már hibát okoz, addigra már úgyis kicseréljük a gyertyát. Tehát optimális esetben. Tehát pénzügyileg semmi hátránya nincs ennek a gyújtásnak. Láttunk itt egy másik kapcsolási rajzot, ez meg egy az egybe ennek a képnek a plazma gyújtás, hogyha valaki el szeretné készíteni. Itt van a kapcsolási rajza itt neki. Áramköri elemekkel kiegészített kapcsolási rajz. Egyedi készítésű töltőtekercs van benne. A Babettának az egyik világító tekercse van áttekercselve, 4400 menet van rajta. A Babettának a hagyományos tirisztoros gyújtása van ide beépítve, az eredeti jeladójával együtt. Ez, amint láttunk az előbb, ez a Simpson eredeti gyújtótekercs. Itt van ez a kettő darab kicsi szikraköz, ami házi készítésű, drótból van összeállítva,
Ezek amit előbb is láthatunk. Hát Szabikám, egy percem van, tehát úgy. Jó, és itt látható ez a kondenzátoros történet, amivel gyakorlatilag egy hagyományos gyújtásnál néhány század ampernyi áramokról beszélgetünk a szikrában, ennél olyan 50 ampernyi áramról. Tehát, hogyha aki ebbe a gyújtásba belenyúl, belemer nyúlni, azt meghívom egy pohár sörre. Szabikám, még egy végszót mondj nekünk, légy szíves, erről, hogy miért választottad ezt a gyújtást, pár szóban fejtsd ki. A mostani benzinek hát egy kicsit gyengék, meg ezek a régi motorok nehezen indulnak, és azt szeretném megmutatni, hogy hogy indul ez a motor. Jó, rendben. Nagyon könnyedén. Próbálunk egy indítást. Várja. Előről. Na? Még egyszer. Lehet? Próba. Ilyen könnyen indul. Szuper. Szia, Szabi. Köszönjük az oktatást. Szevasztok.